Most gyorsan még körbenézek, hogy mi az, ami kellemetlen nekünk. 21, 50, 5, 6, 7. Igazából megadom neked az engedélyt, nyugodtan. Jó. Vannak kellemetlen dolgaink, de nem tragikus. Ebben az esetben egyet elhelyezek. De úgyis három kell, majd csak kíváncsi vagyok, hogy lesz-e fogás. Minek képzeled magad? A nagy hóhorgásznak? Na, az egyik akkor megvan. Kirakom a kenyereket is. És csak itt a kapuba. Aha, látom. Uh-huh. A boltunk most inkább kicsit össze-vissza van, mint össze, de... Semmi gond. Amíg átlátod a rendszert, addig ez engem nagyon nem zavar. Én itt a kasszába becsattintottam magam. Jogó Bellát viszont kell... Adod azt a hűtős... Aha. Azzal mi van? Abból kell venni. Jó, hát már tudsz vásárolni, ha nagyon kell. Ja, inkább... Tehát azért a Jogó Bellán jó az árhésünk, azt inkább azért hűtőtem. Nehogy a végig. 24, 40... Igen, a jogobb, hát a joghurt az jó áréssel megy valóban. Tetrapakkos tej. Mély hűtőt gyorsan körbefutom, de egyelőre jónak tűnik. Mik, hagytál valamit a boltban? Te rendeltél már? Rendeltél, mert árut szállítasz. Egyébként nem sokat rendeltem. Tehát ez a 2000-es, ez a 3000-es rendés, ez most azért szépen feldúzozta a készítényeket. Mirelibben vannak problémás a szegmensek, de egyik se nevezhető jelenleg kritikusnak. Szóval jelenleg egészen jól állunk mindenből is. Ezt örömmel hallom. Hallod, a csaj a fél pultot telerakta itt áruval, annyi mindent vásárolnak így darabra. Na szép. Azt már szeressük. Igen, de hát emiatt lassul le a kassa, mert ugye van egy ideje, amíg átfut a kezén az áru. Aha. Hát mi sokkal gyorsabban nyomjuk le, ha meg kártyával fizet, még gyorsabban. Én meg az árukészletünket ürítem. Gondolom rendkívül nagy sajnálatodra. Hát abszolút mértékben, persze. A két kasszás az most nagyon nyugisan el van. Hoppá. Hello. Elnézést, árulva vagyok. Úgy, ez jól kezdődik. Olaj. Volt nála kutya kaja is. Nagyon jó. Ez a fehérből. 31, 12. Adni. Perc. Ennyi? Két termék? Készpénzzel? A mi vagyok én, pénzváltó? Oké, kicsit elrontottam. Van egy plusz jogobellású dobozunk mindenből, de szerintem valahogy el fog fogyni. Hát, persze. Itt inkább az a kérdés, hogy lerakhatom már a második kaput. Légy a vendégem. Tudom mint, harmadikat is. Igen? Mhm. Uh-huh. Jó, akkor a bejárat, minden bejáratunkon ott van a kapu. Így jól van. Áruvédelem. Áruvédelem on. Szia, Lacika. Hello. Megy a bold business, igen. Éppen az van, hogy már elkezdtek tőlünk lopkodni, úgyhogy most leraktunk ilyen biztonsági kapukat, ami majd nem tudom, hogy működik egyébként. Én se. Tudod, milyen vicces, hogyha ez csak ilyen vizuális upgrade lenne, és igazából nem csinál semmi. Nekem nem lenne természetes a mosolyom 2700-ért vizuális upgrade-et venni. Nézzük. Na, azt már szeretem. 5209. A mai napot tudja, hogy kibírjuk ára. Szerintem állati dögös lett, ami ezért pénztáras csajszink.
Istenem, ez is pénzváltónak használ minket. Opa. 55. Nem baj. Most összegyűjthetünk. Bele fog férni vajon még egy hűtőpult 600-zal? Nem. Az életünkben nem? Nem, mert már kettő fagyús is kellemetlen számomra. Jó, a kasszázok, hogy pörögjenek ki akkor. Tehát, bocs, csak most inkább... Nem, figyelj, 3000-et befektettünk, tehát megértem, hogyha ki fogjuk bírni időnk, mint a tenger. Miénk az egész délután? Cornflakesből. Ebből rendelünk egyet, mert kifogyott. Ó, olívolaj, jaj, az drága lesz. Jó, de hát azért még, még három sor van a polcon. Jó, tehát bár itt a számokat nézem, csak ne ragudj. Tejből jól állunk. Na, add ide. 40,08. Adj, mehetsz tovább. A gyors kassa működött. Kezi sokkolom. Elvisszük szívesen egyébként hátulra, megmutatom, hogy hogy működik a bolt, mit szól hozzá. Pala! És mi van? Én csak a boltot akarom megmutatni neki, hogy hogy működik. Értem. Majd 1003 lesz a töltési költségünk. Igyekszek beszedni. Ja, nem, ezért csak, hogy mondtam, jelzem. 44 egész, mi ez? 19. Nem, az, hogy még egy napot kell, akkor majd kasszázni, mielőtt alkalmazottat veszünk fölre. Ez pénzt váltani jött. Ezt mondja, hogy... De hallod? Belámpáztuk a boltot, és még így is tök sötét van benne. Igen. Amit azért nem értek. Vagy mennyi lámpát kéne itt leraknunk? Tudod, mit kéne? Ilyen lecsikkal így teljesen beborítani a plafont. Úgy kb. Na, 56,78. Mehet a rendelés közben, ha... Ma reggel. Már kibírjuk. 38,45. Ott szembe velem telepakolta baszod a pultot. A vevő. Az kopra telepakolta a pultot. 5, 6, 7, 12. Na, én úgy érzem, hogy... Vegyem át a kasszát egy kicsit, hogy bírod? Akarsz kasszázni? Akar a halál, de hogy így... Hát, ha nem akarsz kasszázni, akkor... Már sokat nem kell kibírni. Azt mondtad 1003, nem? Igen. Szerintem több lesz az a rendelés, de mindegy. Szerintem ez a kb. Nézheted át. Majd reggel. Már fél lábon kibírjuk. Értelek. Hoppá, 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 hoppá. Nézd meg, hogy mi van. Valaki lop. Mit képzelsz magadról, mi? Mit képzelsz magadról? És most mi történt? Itt ütögetem. Nyugodtan hagyott a kaszát. Szard le, itt ütögetem. Ott elhagyta az árukat, nézd csak. Ő volt az a szemétje. Tényleg? Igen. Látod, mit csinálok? Azt látom, csak nem látom az árut. Ja, itt van a földön. Ja, értem, és akkor így egyesével... Jaj, ha felszeded, akkor kifizeti. Ah. Úgyhogy csak föl kell szedegetni az árut. Zsír. És akkor ezek szerint most már tudjuk, hogy seprűbe fejbe kell verni? Igen, úgy néz ki. Na, hát akkor ezt is tudjuk már. Jól van. 8,4, közben kikasszázom itt az utolsó vevőket. És megfogom, hol a seprű. Seprűt megfogom, és takarítunk. Jó, én addig elkezdem kicsit szebbé tenni, rendezettebbé tenni a boltunkat. A szépség, ez a bolt, ez csodálatos, nem erre gondoltam, elnézést. Egy kest meg. Jaj, töltöd be az árut? A helyére, igen. Mert tudod, most így csak, ahol volt szabad hely, oda gyorsan bepakolgattam, hogy kin legyen, és ha akarják, akkor vegyék, vigyék. Alapon.
De egy kicsit most szanaszét van a boltunknak a kinézete, de... De miért mondja azt, hogy ez nem úgy, ja, hogy ez többféle ilyen nevezetű... Igen, vagy... igen, ne is mond. Ajaj. Na, viszont töltsünk, a töltögetést tegyük át holnapra, jó? Azt mondod? Igen. Na akkor lezárom, megnézzük mennyit loptak ma, amikor elkezdtük a záruvédelmet. Minusz két. Losz, nulla. Na. Fú, már de... volt egy 2700-as befektetésünk. Hát volt. De van 2400-unk, úgyhogy mehet, az... mehet shoppingolni. Jó van, viszont... Akkor lehet inkább előről kezdem. Mert nincs értelme, hogyha most kétszer berendelek valamit. Persze, persze. Cornflakes, abban veszek kettőt, mert az is jó ára van és szeretjük. Szereted a Cornflakes-et? Hát, az első jó áros, jó áru termékünk volt. Amali, kenyé. Látom, ebből a zöld dobozosból is lerabolták az egyik polcot kb. Jó, hát én itt tölti kézem. Közben a meglévő raktárkészletből töltök. Gondolom, az nem ilyen ördögtől való. Nem. Ú, a fagyók. Ezeket tölteni is élmény lesz. Hát, igen. Nézzük. Megint rám írt valaki. Érted? A fagyasztó az abszolút mértékben szopás. Jó, hogy macska kaját veszek. Oké. 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 Nem ez? Jó. Oké. Okay, hát én itt, ami raktárkészletem volt, azokat így Vegyél egy nagy levegőt, Pala. Vettem egy nagy levegőt. Jó, hát az előbb a 3000-et csattintotta, de most kicsit kevesebb pénzünk volt, úgyhogy azt csattintotta, de... De ennyi, tehát ha mondjam, szigorúan vettem, mármint hogy most mindenből megvan az 50 legalább. Tehát ugye ez, most ez kopra töltjük most kb. Az árukészletet. A fagyós az, ami... Jó, hát annyi van, hogyha meg akarunk szabadulni majd a kasszázástól, akkor még egy terméket be kell vezessünk. Tudom, tehát ezt ki fogjuk bírni máma, és innentől akkor a következő az kisebb töltés leszámíthatod, az a egy-két, talán ilyen 1000 alatti esetleg, azt leszámítva tiéd az összes pénz. Itt tartjuk az almanlevet, jó. Mondjuk... Bevallom bűnömet, vettem 2 darab olívaolajat, mert úgy gondolod... Jó az. Csak miért van ide töltve az olívaolaj helyére macskakaja? Ja, azt tudod, azért töltöttem, hogy ki legyen valahol, de már is... nem tudom kitenni emiatt az olívaolajat, érted? Már is visszatudom elnézést. Bocsánat. Tessék. Ha már vettél 2 olívaolajat, legalább bírjuk kirakni. Ez az a pizza? Ez az a pizza. Van büszke vagy te is magadra, ha elsőre eltalálod, mi? Igen. Még egy fagyós. Hát persze, Isten, mennyire gyűlöm ez nyomlott fagyósokat. Vajon így vannak a izék is ezzel? Valószínűleg igen. Csak, mint hogyha többet töltenének be, hogy ne fogjon el, mert nem szoktak napközben mindig fagyót tölteni. Az a baj, hogyha nem akarunk szívni a fagyóval, és ekkora a fagyó, akkor lesz baj. Vagy te hogy látod? Hogy remekül megcsinálták ezt. Viszonylag valósághű egyébként a dolog. Hogyha keveset raksz ki, akkor a töltés az egy állandó probléma. Ha sokat raksz ki, akkor meg áll a pénzed árukészletbe. Igen. Tehát ez a kereskedelemben egy ilyen általános. Pedig úgy emlékeztem, hogy ez a kenyér. Jó. Meg bizonyos termékek, minthogyha jóval kevésbé férnének el a polcon, tehát... Igen, ezt én is észrevettem. Akkor itt van a brrrr. Na jó, mindegy, hát... Fél kell tölteni a bótot, hát erről szól a játék.
Meg figyelj, tehát ha belegondolsz, infláció van, szóval most a legolcsóbban tudtam megvenni, ahogy meg lehet. Nekem semmi bajom nincs is ezzel. Jaj, még egy mélyhűtős. Hogy tudod, egy ilyen könycseppet elmorzsolsz. Hát muszáj. Egyébként a mélyhűtőkből most elég sok maradék dobozunk lesz. Igen, igen, abban majd tudok szórakozni. De valóban, amit megrendeltél, ott a zömében egy csomó helyen simán dobom ki a dobozzal. Itt a fagyós az, amik ilyen... Igen, ezzel mondtam, hogy ha akarjuk, akkor fölvehetünk, tudod, embert, és akkor tölteti a fagyót. Már hogyha hosszú távon ilyen vágyunk van, hogy megszabaduljunk ettől. Egyébként nekem van egy titkos tervem. Na mondjad. Hogy ha két kasszásunk lesz, akkor nem muszáj folyamatosan kasszázni a mindkettőnek. De néha árut tölt, néha kasszázik? Hát igen, hogyha... Tehát a fagyúskat így berakom most katomad, és akkor így nap végén, vagy nap elején, ahogy alakul. A fenyves? Igen. Szerintem kiderült a titkod. Mire gondolsz? Hát nem azt mondtad, hogy van egy titkos terved? Ja, ó, igen. Igen. Jó van. Akkor a mai nap az kb. Az egész a profitja lesz a cégünknek. Cégednek, jó. Bocsánat. Nem akarom elvenni a... Indíthatom? Részemről? Akkor indul a mandula. Ott van ki még egy doboz, csak valamiért elkerült a szememet. Semmi baj. Hát persze, hogy fagyós. Ó, hogyra hagyd meg. De seprűvel szétverted az embert, és kihullottak belőle az áruk? Igen, igen, igen. Úristenem. Az azt jelenti, hogy hosszú távon, ha elég NPC-t tudunk fölvenni, akkor beállhatunk ide a kapukba biztonsági ört játszani. A valóságban is seprűvel szokták elverni a ezeket? Nem, igazából nem kell seprű a kéztöréshez. A valóságban kb. Eltörik a kezed. Na, boltban jelenleg béke van és nyugalom, jönnek be az emberek folyamatosan. Na nézzük. Viszont egy fillért se tudtak ellopni tőlünk, ami azt jelenti, hogy a kapu, a 2700-as kapu, az kb. 100 putyinkányi kárt fedezett. Igen, és innentől ez itt van? Uh-huh. 30 dodó. Jó napot, uram! Ó, ön teát, Ez is megveszi a félboltot, mi? Nem, hogy 46 dollár környékén vásárolt. Nem akar esetleg valaki venni 10 olívaolajat, annak úgy örülnénk? Olyat nem szoktak, vagy még nem láttam, de veszik az olívaolajat. 48. Azt mondja, hogy nagy sushi, kis sushi, füstölt lazac, meg rákrúd. Ez szerintem mindegyik hűtős lesz. Nem? Na, várjunk. Mit elsz? Úristen, majd 50-et adtam vissza. Bazd meg. Oké. Oda kell figyelni a fenyvesre, mert veszteséget termel. Jó. Nézem, 48-10-et kell vissza... Nem. Két egy 90-et kell visszaadnom. Oké. Kijöttem a gyakorlatból. Igen, mert te árut töltöttél föl mostanában. De el se írek odáig, haver. Mondjuk. Annyi mindent vásárolt? Igen. Jó is az. 3, 14, 1, 2, 3, 10, oké. Ha beállok a kasszás mellé, és igen? Nyomkodom, hogy áthúzza a szalagon a rárakott cuccot, és ő check-out-ol, akkor azzal lehet pörgetni az eseményeket. Mit szólsz hozzá? Hallod, itt nekem még nem volt kb. 50 dollár alatti vásárlom. Nem pörgeti föl a bolta. Szóval én most itt beálltam a kasszás mellé árut lehúzni, mert ő lassú. Pillanatok alatt nyomja egyébként így a kasszázást. Szóval nem második kassza kellett volna, hanem beállni mellé lehúzigálni helyette a cuccokat. Jó, de kiszámítod. Jó napot, kis nagycsád. Remek választás. Ezek közül mind remek választás. Tökéletes lennék. Hát nem tudom. Lehet, hogy ettől megijednék az életben.
Jó kocka vagyok, minden nőtől megijedek az életben, na. Közben nézem az árut, hogy fogy-e. Most én nem tudok arra figyelni. Jó, hát én csak így ilyen vizuálisan próbálom megnézni, hogy még ketchupot kell venni. Mélyhűtő az egyelőre. Mondjuk azzal, hogy így betöltjük a mélyhűtőt, mint a déri busz, azért valamennyit javul a helyzet. Ha az vett, ez vett négy fajta teát. Szereti a teát. Nem tudta? Olive oil még finomabb. Jaj. A kör alakú, hát még bírja, nem szóltam. Ha az egy macska kedvelő, vett három macska kaját. Jó, hát szeressük. De van kint bőven. Van kint bőven macska kaja. Igen, csak így meglepődtem. Én már a hűtő helyét keresem. Hát miért nem ide rakjuk? Á, nem. De, majd odafogjuk. Csak bővítesz is egyet? Először is jobbrább húzom a hűtőket egy picit, hogy hát ha befér még egy. Inkább zárj... Igaz, nem szóltam. Uha! Te is mindent teszel, haver. 54, 45, 02. De hogy szoktad nézni az árukészletet? Végig kattintod a érzéket? Igen. És akkor ott így, amivel 50-nél kevesebb van, és nincsen árukészletünk, az... Hát árukészlettel 50, értem. Jogobella. Kicsit most hagyom a kasszánál gyűlni a dolgokat, hogy úgyis... Jó, én éppen árut rendelek. Picit töltögetek, ha nem baj. Jó, én mindjárt leadok egy rendelést, és akkor... Mennyire kellemetlen rendelést? Egyelőre nem gáz. 700 eddig. Az nem... Orsó, nem ócó. Kutyakaja, macskakaja, másik fajta macskakaja. A kutyakaját azt ne feledd, hogy abban rengeteg van kint. Mennyi van kint? 36. Azt nyugodtan hanyagoljad még ideig. Igen, a teák elkezdtek fogyogatni. Borsmenta, mentolos cukor, valerián, mert azért most 1600 lett. Mindegy. Berendeltem úgy, hogy hullik az égből a cucc. Ha ezek úgy veszik a fagyóst, bazzeg. Ja, nem tudják, hogy utáljuk tölteni, ez biztos. Hogy tudják. Jó, hát van ilyen, hát. Az a helyzet, hogy én itt szép nyugisan töltikézek, de még nem jutottam el a fagyóig, rendeltem. Az első dobozt megfogom, ami a kezem ügyébe kerül, és ezért szórom kifelé. Nem ám ezért itt válogatunk. Nem baj, hogy nem fér ki, van másik pót. Picit megmondtam a kasszázást, és elkezdtem felvenni a technikádat. Jó van. Ha nem baj. Azért rendeltük, ez nem az. Ez valami szóda, oké. Zepp szóda, ez a zöld. Aha. Nincs ezzel semmi probléma, mert ezért ott az áru, lehet tölteni. Azt a szentségit mondjuk. Te is megötted az egész bótot, haver. Tehát nem látok lefogyott mélyhűtőt se, nincsen vészhelyzet. Hozzak magammal ezért. Macskaját. Az a neve a macskajának, hogy miau miau.
végül is. Tehát, hogy így... A logikádnál maradva, amiből nem volt 50, azt berendeltem, szóval... Van mit betölteni. A kék konzerv az, amiben nagyon sokat elvittek most, azt Néci nézd meg. Kék konzerv? Igen. A kutyakaja, vagy? Nem. Egy ilyen halkonzervszerűség. Mindegy, most nem tudom megnézni, mert kasszam. Jó, mindegy. Mindegy. Hát így hirtelen most nem látok kék konzervet, lehet, hogy rendeltem, csak nem látom, tudod? Persze. Se tudja. Teát töltök be éppen. Még annak jó ára is van. Ja, hát ezért kétféle teát kellett rendelnem. Ez tényleg fogytám volt. Melyik? Hát ez melyik te, a lemon tea, citromos tea. Ah. Ez tényleg fogytám volt egy kicsit. Te mit szeret? Ráhúzom. Az én munkám sem fennékig tej fel, ugye? Hát nem. De nem is mondta valaki, hogy az. Fú, még a sót is viszik, mintha cukor lenne. Úgy viszik a sót, mintha cukor lenne? Ma alig van. Tököm se tudja követni, hogy most melyik dobozos fogyott el. Méhűtő, az nagyon... Jöjjek segíteni? Bírom. Tudod, csak meg kell találnom a méhűtőbe a dobozt. Persze, tudom. Tokásos. Gyorsan átnézem itt a boltot, mert láttam pár szemetet. Jó. Srácok. Mondjuk, legalább érted? Legalább vannak kasszaértékek, hogy... Ja, a kosárérték az megy fölfelé, igen, tehát... Pénzt lehet keresni a játékban, csak... Ez a sajt lenne? Igen. De iszonyat mennyiség elfér a hűtőbe belőle egy polcon. Azt legalább szeretjük. Az a vicc, hogy mire befejezem a zárófeltöltést, kezdhetjük előre. Ó, a kis csaj, érted, jelzésértékűen 68-90 net fizetett. Jó, oké. Okay. Szóval 10 centet igazán rakadta volna már. Tényleg nem tudják a kocskák a jeleket értelmezni. Te is csak pénzt látani jöttél, mi? Nem szoktam le a dohányzásról, Attika, miért szoktam volna le? Nem. Mert egészségtelen, drága. Mindez igaz, de ettől függetlenül nem tudom, miből gondolta, hogy leszoktam a dohányzásról. Hallod, ez már nem fér ki, ahogy hívják rá. Igen, mondom, hogy ilyen full kasszányi cuccokat vásárolnak, és tökre megértem, hogy miért nem bír vele egy darab kasszás magába NPC-ként. Na, maradékot... Ezek csókolóznak, vagy mi az Isten vari? Jó, maradékot azt már rábízom a kis csajra, jó? Jó, segítek neki lehúzigálni a termékeket, most úgyis eleget rohangáltam föl alá. Jó van. Akkor cserébe most én rohangálok egy kicsit. Változatosság kedvéért. Jó. Na te szemét! Hoppá! Nem téged akartalak? Nem baj. Hát mit képzelsz magadról? Üssed. Még az egy nagy vásárló. Inkább nagy tolvaj. Nagy... Elnézést, igazad van. Jó van. Kiütöttél belőle mindent. Nem érdekel. Jó. Egy életre megtanulja. Mindenképpen, persze, verd nagyon. Hogyne. Amíg be nem zárunk, addig ezt csinálni fogom. Csak nyugodtan, élvezd. 25, 50. Ez az utolsó vásárlót check-outolja a kasszásunk. Oké.
Na akkor fogok egy tabletet. Tablettel lehetett mozgatni? Nem, nem tablettel. Nem, tabbal. Sima tab. Hát jó, csak érted, ez a tab vagy tablet. Inkább csináljuk reggel, jó? Igen. Ha nem probléma neked. Jó van. Erre most kíváncsi leszek. Nulla a vesztesség. Mi volt az egy túlárazott? Vagy mi? Egy túlárazott termék? Nem, nem hiszem. Én nem láttam. Akkor lehet, hogy én szemem káprázott. Jó van. Nálunk amúgy sincsenek túlárazott termékek. Na, igen. A tab. És ezt hogy fogom meg? Francba, hogy nem a bal klikkel teszem le. Igen, ebben is beleszaladtam egy párszor. Ha hiszel nekem. Értem én. Átérzem. Hallod, egészen nagy rend van. A penne az... Én igazán nem akarom magunkat dicsérni, de nézd csak. Ó, nézze meg az ember. Én szerintem az odafér. Odafér. Na nézzük. Na, itt van. Állokkolom a halat. Rád bízhatom, és akkor én tölti kézek. Állokkolom a seafood... Mi az? Lesz ára a termékeknek. Egyet rendelek mindenből, mert itt 401 doboz. Mennyi? Aha. Nézd csak, töltsöd be az új hűtőbe, légy szíves, egy-egy polcra nézzük meg, hogy mi mennyi helyet foglal. Hűtős. Kezdjük akkor fent. Oké, hát ebben nem fér ki túl sok. Jó, az a sushi volt? Sushi. Jó. Amit így... Ránézek, jó? Amit, amit indukciós főzőlappal kell csinálni. Ez a rákrúd. De sushiból és... De a sushiból még egy sort már nem tölt be, ugye? Nem, az maximum van. Jó, a rákrúd, az úgy látom, hogy egy pol... Ez a nagy sushi, ez lesz a problémás, ez lesz kétpolcos, az alatta lévő, szerintem ki is hagyhatod. Minden kétpolcos lesz idővel. Tehát szerintem van elég pénzünk, hogy itt ezt egyel megnöveljük. Igen, csak nem tudom, hogy azt tudom-e megvenni, amely, tehát hogy az állóknál az 750. Nem, akkor nem tudjuk az árut megvenni. Dehogy is nem, jó lesz az. Jó, abból is sok fér el. A nagy sushi, a nagy sushi lesz a probléma, meg a kis sushi. Akkor lesz egy sushi hűtő. Jó. Oké. Szóval szerintem, ha most veszünk 750-ért egy plusz helyet, meg 600-ért egy hűtőt, akkor nem tudunk venni árut. Jó, akkor egy 600-as... Tehát most a sushi az idéglenesen töltős, de a nagy sushit azt pótoljuk mindenképpen. Nézd meg, hogy mit kell még rendelni. Figyelj, én ezt a sushit, ezt ide berakok még egy ilyen hűtőt. A fagyók mellé egyre ideiglenesen, ezt szeretném hangsúlyozni, berakok egy hűtőt, és oda berakok ezeket a susikat. Jó. Az összeset. Igen. A jó anyádat. Engem is megtréfál ez a rohadék. Jó, és akkor rendelek. Hát nagy susiból mindenképpen, kicsiből mindenképpen, ugye? Fé, azok baromi drágák, tehát nagyon nagy rajtuk az árrés. Azt nyugodtan. Valószínű. A füstölt lazac is jó pénz, de rákród is kéne, hogy apa bevásárolt. Apa bevásárolt, maradt 48 dollárunk. Oké. Okay. Na, figyú. Igen. Állokkolok egy plusz dolgozót, és megnézem, hogy mi van akkor, ha restokra teszem. Jó. Nézzük már meg, hogy most egy picit ne töltsél, csak a polcra maximum majd. Várom az új dolgozót, mert elvileg van. 7 elkötetlen pontunk van? Ja, az XP az jön. Na, megjött az ember, nézd csak. Aha. Hát, hogy itt már megy, már tölti az árut. Ó, akkor ezt milyen kis kedves. A kasszát, ha lebontjuk, és helyette olvasgatunk be, akkor még elbírja. Nem, ez a kassza, ez marad. Jó, oké. Ide munkaidőben majd beállítjuk a kis nyomit. De nézd meg, hogy most ő elkezdte a polcról a beállított cuccot szépen. Várjál csak, mi lenne, hogyha a kasszából kivennénk egyet, és beraknánk mindkettőt restrokkolni? Azt mondod? Maximum megszivatjuk magunkat, nem? Jó, gondolom menet közben is át lehet állítani, de maximum egy napot kasszázunk, csak ki fog kiugrani ezért.
Tehát, hogy a kasszából én azért nem akarom kirakni, mert hogy a készpénzforgalom miatt, tudod, utálom. Tudom. Beárasztod a sushikat? Nem, de megteszem. Azt mondja, hogy 13,99, tehát az majdnem 28. Azt mondja, hogy nem, tolom, nyomom föl az árát rendesen 27,80-ra. Akkor szeressük ezt, ugye? A kis sushi az nagyon jó. A nagy sushi az nagyon jó. Rákrúd 4,79, 8,49,49,50, az se rossz. Azért ezeken van haszon is. Igen, ezt kimondhatjuk. A nagy sushi, kedvencünk, 19,99. A 40-ből 2 centet kivonunk című sushi. Az kúvai, hát nem bírom föltekerni, hallod, olyan? Sok! Nagy sushi az új kedvencünk. Igen, 39,98, és végül van a füstölt lazac, ami 9,99 a beszerzési ár, tehát 20 dollárra. Ezek a sushit szeressük pénzügyileg. Igen? Igen. A 20-ból kibonunk 2 centet, 19, 5, jó, be van árazva. Látom, te meg betöltötted. Elnézést. Jól tetted, hát azért van. Oké, azért is bírja, ebből veszünk. Én addig összerakok egy rendelést. Mindenképpen, hiszen 48 dollárnál rendelni kell. Nem? Szerintem érted, hogy mire akarok kiukadni? Illetve még egy dolgot hozzáadhatnánk a palettánkhoz majd. Itt van, igen, ez a konzerv 2, ez hány áru cikket jelent? Itt hátul a skifába, a leghát, így az a hátsó kis szutyok. Ja, az vaj, az hűtős lesz, ugyanúgy sajtok, joghurt, hűtő, vaj. Azt mondja. Hát ezért szerintem azt majd akkor adjuk hozzá, hogyha... Én megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy... Én inkább fölfelé haladnék a kenyér. Igen, csak itt ez eléggé premium dolog. Tehát a vaj az eléggé drága dolog. Tehát nagy lehet rajta a profit rátánk. Jó. Nem most, de szeretném hangsúlyozni, hanem... Az üres dobozokat szépen kidobálja. Én megmondom őszintén, hogy most azt szeretném elérni, hogy növeljük a raktár polcaink számát majd, uh-huh, hogy a tőti kézős ember az tudjon dolgozni. Átrakod kasszába? Vagy lehet-e? Át, persze. Restockból mehet kasszázni. Ha adok, az itt tök jó. Probléma megoldott. Akkor indíthatom, ugye? Aha. Akkor a mi feladatunk a tolvajok megfogása, illetve a zárufeltöltés menet közben. Igen. Meg a kasszázásnak a gyorsítása. Hát lehet, igen, lehet boostolni a kasszát. Na. Én beállok ide a kisasszonnyal szembe. Én itt a... Én itt most rágyújtok. Hogy teljes mellbedobással mehessen a kasszázás, hogy mi? Várjál. De ne... De, miért szembe állsz be vele? Hát ne légy már, ha mentorálsz, akkor ide állunk. És innen tudod egyébként a legjobban nyomni a... Jó, hát itt ömölhetnek be az emberek, szóval a kasszán az biztos, hogy nem fog elakadni. Nem? De, igen. Itt inkább az lesz, hogy ezért vigyék a sushit, mert az jó drága. Akciós a sushi! Seprűt a kezembe veszek, így jelzésértékkel. Amúgy menekül ilyenkor az ember előlünk? Hát megy. Tehát így próbál elsétálni, elsinyogni. Akkor jó, hogy itt van a sarokba egy seprű. Seprűt kell rakni a bejárati ajtók mellé. Akkor legyen minden bejárati ajtónál seprű, nem? Csak így jelzésértékűen? Nem tudom, két seprünk van összesen? Négyre emlékszem. Kukánál volt egy, 2-3. Tényleg volt itt a kukánál is egy, akkor... Itt kinn is volt egy... Jó, most már minden ajtónál van, akkor seprű is, nem csak... Megnézd csak, ide ki is raktam egyet. Hova? Hogy ide kipillantasz. Ide. Aha. Na hát akkor az áruvédelmi seprűk elhelyezve. A valóságban is ilyenek vannak, ugye? Ez legmodernebb technológia.
Abszolút mértékben. Tudja, hogy a valóságban az áruvédelmi seprű az kim van. Nem szerintem egyébként fatestápoló van kim. De mi van ezekkel, hogy így viszik a kutya kaját?